A műsor média támogatója a femcafé.hu. Egy országot jellemez az irodalma. Amikor én elindulok valamilyen országba, akkor egy kicsit az irodalmából is fölkészülök saját magamban, tehát nem annyira úti könyvekhez nyúlok először, mint inkább az országnak az irodalmát próbálom magamba szívni, mert nagyon karakteresen jellemző rá. Szűcs Péter, főállású világutazó, blogger, újságíró, volt rádiós. Az egyik legismertebb divatmagazin főszerkesztői pozícióját hagyta ott évekkel ezelőtt azért, hogy álmának, az utazásnak éljen. Az év nagy részét általában külföldön tölti, olykor irodalmi zarándokutakat is tart. Utazásairól blogot vezet Peter's Planet Travel néven. Az elmúlt egy évben viszont az ideje nagy részét írással töltötte, így az utóbbi időben leginkább a történeteken keresztül utazik. Nézegetve egy a könyves polcot, Péter, az első, ami eszembe jut, hogy ez a fak, vagy ez a, nem is tudom, hogy mondják, ez a polc, ez a rész, ez majdnem olyan, mint hogy az én polcom lenne. Müsszó, Ulickája, Fonegut, Ishiguro, még ez a Szederkényi kötet is megvan, olvastam. Szóval ez teljesen olyan, mintha az enyém lenne. Biztosan más közös pontokat is találnánk egyébként, hogyha minden fakba belemásznánk. Ez a könyves polc az egyik olyan könyves polc, ami a legközelebb van hozzám, mert emellett alszom. A másik szobában is van egy könyvespolc, meg ahol én születtem és felnőttem, ott is van egy könyvespolc, ez Berettyóújfaluban van. Ott vannak a nagy klasszikusok, én ugye bölcsészkaron végeztem, és Tolsztojtól Zolán át, Dosztojevszkijig minden fontos könyv megvan. Azóta egy új szokást vettem föl, és ez az új szokás az az, hogyha elolvastam egy könyvet, akkor azt odaajándékozom valakinek, vagy odaadom egy olyan embernek, akinek úgy érzem, hogy szüksége van rá. Tehát a Döntés című könyv például, az éppen most került ki erről a polcra, mert úgy éreztem, hogy valakinek oda kell adnom. De jó. Remélem, én is kapok a beszélgetés végére valamit. Egyébként gondolom. De már kaptam tőled ajándékot, azt igen, mondjuk el. Igen. Egyszer egy Márquez kötettel jöttél, ami még csak nincs is meg nekem, és nagyon szépet is írtál bele. Márquezről jut eszembe egyébként, hogy volt egy olyan korszak, amikor ha én megszerettem egy írót, akkor minden könyvét megvettem. Uh-huh. Márquez volt az első ilyen, vagy az egyik ilyen. Zola volt a másik ilyen. És éppen most fejeztem be egy könyvet, egy latin-amerikai írótól, akitől én még soha nem olvastam semmit korábban, ez volt az első könyve, és most úgy érzem, hogy minden olyan könyvét, amit Magyarországon meg lehet venni, vagy hozzá lehet férni magyar nyelven, mert hogy portugál-brazilul nem olvasok, azt meg fogom venni, és ez pedig Jorge Amado, lehet, hogy jól ejtem ki, vagy lehet, hogy nem jól ejtem ki, ez a Flor asszony két férje, ez egy fantasztikus könyv, egy igazi karnevál. Nyugodtan vetkezve, szét van esve egyébként, mert nehéz. De szép antikvár darab. Antikváriumban vettem, és szeretek is egyébként antikváriumokban turkálni, mert hogy egy kicsit azoknak az embereknek a lelke is ott van a körül, a könyv körül, akik ezt valakinek megvették, vagy akinek ezt odaadták. Úgyhogy én most erre a brazil íróra ugrottam rá, és be is szereztem már egy másik könyvét, a Gabrielt, ami szintén valahol itt van, mert hogy lefekvés előtt én szoktam olvasni, és amit elolvasok, azt ide fölteszem erre a polcra. Ugye arra kérlek, hogy három olyan könyvet vegyél le a polcról, aminek története van, amit valami miatt úgy érzed, hogy most tudsz hozzá kapcsolódni, és meg kell, hogy mutasd nekem. Akkor az első az ez volt, egy új felfedezés, és egy nem olyan régi olvasás. Mi a következő? Én nagyon szerettem Konrád Györgynek azt a beszélgetését, amit velem folytatott le, amikor még a rádióban dolgoztam, mert mi földik vagyunk, mind a ketten Berettyóújfaluban nőttünk föl. Aztán ő elkerült Berettyóújfaluból, egészen konkrétan el kellett menekülnie akkor, amikor a zsidó üldöztetések elkezdődtek Magyarországon. Az Elutazás és hazatérés volt az a könyv, amit én most a saját könyvem megírásom miatt újra a kezembe vettem, és azért emlékezetesek nekem ezek a könyvek, mert dedikálta az Elutazás és hazatérést is, az is itt van valahol, és azt is, hogy földim. Tehát én erre nagyon büszke vagyok. És azok az írók, akik már nem élnek,
azoknak az üzenetei nem csak a könyvekben, hanem a dedikációban is benne vannak. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy majdnem minden második vagy harmadik könyv dedikálva van, mert akkor, amikor rádióztam, és napi 24 órát kellett műsorral megtölteni, ugye az egy nagyon komoly nagy idő, akkor én szinte minden olyan íróval beszélgettem, akivel szerettem volna, vagy aki valami miatt Magyarországra érkezett. Egyébként az egyik könyv, amit előkészítettem, Mario Vargas Llosa, Édenkert a sarkon túl, ő akkor még nem volt Nobel-díjas író, a Budapesti Könyvfesztivál vendége volt, és arra is emlékszem, hogy egy gesztenyefa alatt, egy virágzó gesztenyefa alatt beszélgettünk, és hogy mennyire meghatotta az, hogy én spanyolul szóltam hozzá. Le volt szervezve ez az interjú egyébként, éppen befejezte az előző beszélgetést, ott ült a fa alatt, és ő nem is tudta, hogy én leszek az az újságíró, aki a következő, csak én ott álltam, egy picit belehallgattam a fa mögött abba, hogy ők miről beszélgetnek, és talán az anyanyelvén, ő egy perui író, ugye, voltam a szülővárosában is, Peruban, Arequipában született, és eszembe sem jutott volna akkor, amikor mi találkoztunk, hogy én valaha eljutok Peruba. Mert hogy Perúról beszélgettünk, nyilván az egy fontos téma volt, bár ez a könyv nem ott játszódik, és talán az ő összes könyvét is megvettem, szintén itt el vannak szórva a polcon. A latin-amerikai irodalom szerintem nagyon-nagyon sokat ad. A latin-amerikai irodalomban van egy olyan spiritus, van egy olyan különleges energia, ami feltölti az embert. Szerintem, én ezért szeretem nagyon Márqueznek a könyvét, neked is egy Márquez könyvet adtam, igen, ugye? Ami az első könyv volt tőle, az a szerelemről és más démonokról. Szerintem, amit a latin-amerikai írók tudnak, azt nagyon kevés író tudja. Meg én egy olyan vizsgálatot is végeztem nem olyan régen saját magamnak, hogy engem a lélek és a lélekben zajló történések nagyon izgatnak, nagyon érdekelnek. Az én könyvemben is nagyon sok olyan lélekrezdülésről lesz majd szó, hogy melyik ország írói, mert hogy egy országot jellemez az irodalma. Amikor én elindulok valamilyen országba, akkor egy kicsit az irodalmából is fölkészülök saját magamban, tehát nem annyira úti könyvekhez nyúlok először, mint inkább az országnak az irodalmát próbálom magamba szívni, mert nagyon karakteresen jellemző rá. Ránk magyarokra is rendkívül jellemző a mi irodalmunk, hogy hogyan gondolkodunk, hogy többet szomorkodunk, hogy egy kicsit szenvelgősebbek vagyunk, és egy latin-amerikai írónak az ember a könyvét a kezébe véve annyira sokat kap abból a kultúrából, ami tényleg úgy van. Tehát akkor, amikor én mondjuk Márquez nyomában elutaztam Cartagenába, amit a könyvben olvastam a mágikus realizmusról, nem tudtam eldönteni, hogy ez inspiráció, ez megtörtént, vagy az író írta meg, és tényleg úgy történt, ahogyan történt, és mi erről beszélgettünk már egyszer, hogy azok a levelek, ami a Szerelem és kolera idején című könyvben megírásra kerülnek, és egy téren, egy fa résébe dugdosva kerülnek átadásra, hogy 6 vagy 7 éve voltam először Cartagenában, azok a mai napig ott vannak, és úgy vannak, hogy valakik ott dugdossák, és nem tudom, hogy ez már az írónak a hatása, ami évtizedek után is él, vagy pedig egész egyszerűen ő onnan leste, vagy látta, és az az inspiráció, hogy az valóban úgy volt, ezt nem tudom eldönteni, ez magamra öntött a gyömbért, tehát annyira belelendültem ebbe a Latin-Amerikába. Ritkán találkozom ennek, aki ekkora szenvedélyen beszél a latin-amerikai irodalomról, és már meghozod a kedvét szerintem az embernek, hogy már kezd olvasom, vagy akár Llosát. Én Llosától még nem olvastam semmit. Javaslod, hogy ezzel kezdjem? Édenkert a sarkon túl? Igen, ez egy egzotikus, szép történet. Egyébként a Város és a kutyák az, ami az ő legnagyobb klasszikusa, és akkor, amikor én... Van egy ilyen könyv egyébként, erről nagyon kevesen tudnak Magyarországon, erről is beszéltem neked. Levelek egy ifjú regényíróhoz. Nagyon sok ember, aki szeretné megírni a saját könyvét, az kreatív írás kurzusokra megy, próbál megtalálni olyan irodalmat, vagy olyan workshopot, ahol megtanítják őt írni. Igen, itt bejelöltem dolgokat. Ez volt az első könyv, amikor elhatároztam, hogy megírom a saját regényemet, amit elolvastam. És nem akarom lelőni az utolsó mondatot, de nagyon-nagyon vicces, hogy mit ír az utolsó mondatban, és senkinek nem olyan, hogy azzal kezdjen, mert csak akkor érvényes az utolsó mondat, hogyha az ember elolvassa az egész könyvet. És egyébként magyar írókat is én nagyon nagy előszeretettel olvasok. Most meg akartam nézni az utolsó mondatot. Meg figyelj csak, mielőtt tovább mennék a magyar írókra, szerintem ezen ponton azért beszéljünk arról, hogy te írsz.
Most már egy jó ideje, sőt, most már egyébként egy ott éve. Tart a könyv, hogy megjelenés közeli állapot. Szerintem most szerkesztitek, korrektúrázzátok. Most szerkesztjük, igen. Ez nyáron érkezik, júniusban, ha minden jól megy. Picit mesélj nekünk arról, hogy mi lesz ez a könyv. És hát ezért olvastad például ezt, és az utóbbi időben nagyon sokat kutattál, meg inspirálottál. Ehhez egy tudatos választás volt, amikor a könyvemet, eldöntöttem, hogy megírom a könyvemet. Egyébként olyan érdekes, hogy pont most gondoltam arra, hogy tavaly januárban én Mexikóban voltam, és akkor még nem tudtam, hogy hozzákezdek a könyvhöz. Ez úgy február környékén indult el. Tehát egyébként pont egy éve dolgozom rajta, és egy mexikói izzasztó kunyhóban voltam, egy sámán szertartásán vettem részt, és akkor még nem tudtam, hogy hozzákezdek hamarosan a könyvhöz, de azt kérdezte, hogy mihez kérünk segítséget. És ennek az izzasztó kunyhónak az a lényege, hogy nem csak a testet tisztítja ki, mint a nyugati kultúrában a szauna, hogy kiizzadod a méreganyagokat, hanem a lelket is megtisztítja, a szellemet is megtisztítja. És mindenféle nagyon izgalmas dolgok történnek az izzasztó kunyhóban. Például te elkezdesz zenélni és énekelni. Például eszembe nem jutott, hogy én hangszereken fogok játszani egy ilyen különleges szaunában, ami az izzasztó kunyhóba fölmásztunk a sámánnal, és megkérdezte, hogy mire kérünk áldást, mihez kérünk segítséget. És én azt mondtam akkor, hogy én hamarosan meg fogom írni az első regényemet, és ehhez kérek segítséget. Úgyhogy én kaptam segítséget egy latin-amerikai sámán szertartásán keresztül, és tudom, beütött ugye a pandémia, március 11-én hirdették ki, azt hiszem, hogy akkor ez elindult. Nem utazhattam tovább, én ugye előtte 5 évig folyamatosan megállás nélkül utaztam a világban, és azokat az állomásokat, azokat a városokat, azokat a tapasztalatokat építettem bele ebbe a regénybe egy saját történeten keresztül, mert a saját családom történetével indítom el ezt a 90 évet átfogó, 3 kontinens bejáró történetet, és ez igaz történetek alapján a saját utazásaimból inspirálódva készült el. És most már ugye a szerkesztés folyamata van, és a júniusi könyvhétre céloztuk meg a megjelenést, de olyan érdekes egyébként maga ez az alkotó folyamat is, hogy addig, amíg nincs kész, addig nem engeded el. Tehát nem tudom, nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy el tudom akkor még engedni, de nagyon intenzíven és nagy erőkkel dolgozom rajta, és egyébként a Konrád György Elutazás és Hazatérés című kötetét is újra elővettem, mert hogy Berettyóújfaluban is játszódik ez a könyv, ahol én születtem és ahol én felnőttem. Milyen izgalmas, hogy valaki, aki utazgat a világban, és az év nagy részét nem is Magyarországon, a szülőhazájában tölti, az történik egy pandémiás helyzet, és gyakorlatilag az íráson keresztül kezd el utazni, itthonról. Azért ez szerintem varázslatos. Igen, egyébként én ebben bele se gondoltam, hogy megírni egy regényt, az egy óriási utazás. Én ezt, azt a hasonlatot tudnám erre mondani, hogy képzeld el azt, hogy vándorolsz az életedben, és egyszer csak elérkezel egy folyóhoz. És át kell kelned ezen a folyón, és nem tudod, hogy hogy kell átkelni ezen a folyón. Hiába olvasod el a Mário Vargas Llosa Levelek egy ifjú regényíróhoz című kötetét, hogy hogyan kell regényt írni, de van egy határidőd, kitűztél magad elé egy célt, és valamilyen módon át kell menned ezen a folyón. Hogy mész át? Ásol egy lyukat, és átmész a folyó alatt, addig mész, amíg találsz egy hidat, találsz egy csónakost, aki átvezet. De ez egy nagyon komoly küzdelem, tele kétségekkel, tele önbizalomhiánnyal, tele repüléssel, amikor úgy érzed, hogy jön az áramlás, jön a flow, és akkor jönnek a történetek, és az utazásaim alatt talált történetekből egyszer csak így összeáll, mint egy mozaik, egy fantasztikus történet. Tehát nagy csoda szerintem az alkotás egyébként. Szuper izgalmas. Tehát magyar írókról is szerettünk volna beszélgetni, és beszélgettünk is, és itt nekem a tavalyi nyár egyik nagy felfedezése Krusovszky Dénesnek a könyve. Korábban jelent meg, csak én akkor ugye úton voltam, és nem... Nagyon szerettem én is, akik már nem leszünk sosem. Ez egy fantasztikus könyv szerintem, és Hály János, a Bogyós gyümölcskertész fia volt nekem az egyik nagy kedvencem, és én interjúztam is vele akkor, és már nem emlékeztem, hogy arról is beszélgettünk, hogy én eredetileg kertész vagyok, mert én újságíró szerepben tűntem föl. Csak most, hogy így nézegettem a könyveket, olyan szép a borítója is egyébként. Hozzáöltöztél tényleg. Mint a hozzáöltöztem volna, meg hát, hogy ő nem csak ír, hanem ő képzőművészeti alkotásokat is létrehoz, és rajzolt bele egy ilyen kis bohócot. És azt írta bele, hogy Szűcs Péternek egy igazi kertésznek szeretettel. Hály János, 2004. május 27. Hogy ez is egy olyan érdekes emlékem nekem a
újságíró múltamból. Dragomán mondta nemrég, amikor bejött a könyvesboltomba és dedikált a könyveit a későbbi vásárlóknak, hogy kérdeztem, hogy ír-e bele dátumot, és mondta, hogy dátum nélkül nincs értelme a dedikálásnak, és most, hogy belenéztem a könyvedbe, jöttem rá, hogy tényleg mennyire igaza van, és nagyon ritkán, ha engem is megkérnek, hogy írjak valamit könyvbe, akkor megfeledkezem erről, pedig mennyire fontos. Most is, hogy belenéztem, ez egy 2003-ban megjelent könyv, és 2004-ben dedikált neked a háj. És ha belegondolsz, egyrészt mennyi idő eltelt azóta, másrészt milyen jó érzés, meg jó élmény az, hogy 2004-ben történt ez meg. Tőled is kaptam egy könyvet egyébként, ja, és igen. Azt mondtad, hogy de használni fogod, és beteltek a jegyzetei egyébként, mint ahogy látod, szép. Mert ki is mentem a vonalból. Jól egyébként, csak hogy akkor megnézzük, hogy te írtál ebben a dátumot. Írtam bele? November 27. Na ennyi, oké, okay, akkor megfogadtam. Előtte találkoztam igen, a Dragománnal. Igazoltuk, csekkoltuk, hogy ez így történt. Plusz egy ráadás kérésem, vagy kérdésem van, hogy Péter, mi van most az ágyad mellett? Tehát mit olvasom most? Erre elég könnyen választ kapunk, mert így lenézünk az ágyam mellé, ahol a Jászberényi Sándor a Varjú király, egy Itt tartok, a Szobrok című novell. Nem, én ezt használom. És ez nem az enyém egyébként, hanem a Gyárfás Dorkáé, de kölcsön adta nekem. Úgyhogy én ezt használom most. Nagyon erősek, ütősek ezek a novellák. És egyébként nem sorba mentem, tehát nem az elsőt olvastam először. De nagyon erős. Mondjuk egy novellás kötetben tényleg ez a jó, hogy megengedi azt a luxust, hogy akár össze-vissza olvasgasd. És akkor mi alapján választasz? A cím? Vagy elkezded olvasni, és az első két mondat után tetszik-e a hangulat? Hát ha valamit elkezdtem olvasni, azon általában már végigmegyek egyébként. Van olyan, hogy nem abban a hangulatban vagyok, és akkor leteszem, de ez nem az a könyv volt egyébként. De erős, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon ilyen ütős történetek. Tehát ahhoz képest egyébként, hogy rövid a történet, amikor az egyiket elolvastam, letettem, és azt mondom, hogy most olvassak egy másikat, vagy ezen most egy hétig, vagy egy pár napig így el leszek ezzel a hatással, amit kiváltott belőlem. Úgyhogy... Valamit még tudsz nekünk mesélni, hogy ezen túl úgy ütős, hogy milyen hangulat, milyen kor, mit kerül a tudni? Még nem olvastam Jászberényinek ezt az új könyvét. Az, ami miatt szerintem ez rendkívül érdekes, hogy én ezt úgy érzem, hogy ez egy ilyen férfias próza, tehát hogy rövid, szikár, olyan, most az a történet, amit éppen elolvastam, abban vér is van, csontszilánkok is vannak, van egy másik olyan történet, ahol fiúk vannak egymás közt, szóval, hogy egy ilyen igazi férfi próza, én ezt inkább így fogalmaznám meg, ami különlegessé teszi, azok pedig szerintem a novelláknak az ereje. Vagy az a mód, ahogyan ő egy rövid történetet megszerkeszt és átnyújt egy könyvben. Van egy hosszabb történet is, a Varjú király, az van a végén, azt még nem olvastam. Valószínű, azt feltételezem, hogy azért az az utolsó történet, hogy az üt a legnagyobbat. És ez a címe ott még is. Nem ez a címe is, igen, hogy a Varjú király, de ott még nem tartok, úgyhogy ezt nem tudom, hogy milyen. Volt akkor nekünk már itt legalább három cím, amit említettél, de egyszerűen nem tudom nem észrevenni ezt a hatalmas Párizs albumot, hogy ő mi? Én ezt Párizsban kaptam egy randevú után egyébként. Azonnal belenyúltam egy szerelmi történetbe. igen. Nem szívesen olvasom föl, egyrészt mert nekem szól, másrészt mert spanyolul van, de 2006. január 2. Akkor kaptam ezt a... Hát nyilván egy ott töltött karácsonyi időszak után. Most még meg is hatódom a saját történetemtől, mert nem gyakran veszem a kezembe egyébként ezt a könyvet, de itt van kint egyébként. Ezért is voltam rá kíváncsi, mert annyira kiemelt helyen van, ugyanakkor nagyon jó, hogy így belenyúltam, mert hogy ez a lényege szerintem, hogy nagyon sok könyv, az tényleg egy történet lehet. Ez esetben egy szerelmi történet, és igazából szinte mindegy is, hogy mi ez a könyv, de jelenthet ennyit például. Persze, ugye egyébként most nem is beszéltem erről senkinek, tehát hogy én szerintem az a kívül, hogy itt van egyébként, mert hogy francia barátaim szoktak jönni, és itt laknak ebben a lakásban, és használják az én ekvadori kalapomat is egyébként. Ezt onnan tudom, hogy másképp nézett ki, mint ahogy hagytam, mint amikor visszajöttem. És akkor úgy kitettem ezt a könyvet. De ez is egy olyan történet, ami egyébként, ahogy megfogtam ezt a könyvet, és
eszembe jutott az a pillanat, amikor én ezt megkaptam 2006. január 2-án, akkor minden előjön. Tehát, hogy az miért kezdődött el, miért találkoztunk ott, és miért nincs már az a történet úgy az életemben, ahogyan akkor azt hittem, hogy benne lesz. Hát nyilván az ember, ugye van egy olyan korszak, van egy olyan kor, amikor még hisz abban, hogy létezik örök szerelem, aztán különböző dolgok történnek vele, és aztán eljut egy olyan időszakába az életének, amikor újra elkezd hinni valami örökké valóban, de az már egészen másról szól. Szóval nagyon-nagyon sokat tudnak adni azok a könyvek, azok a dedikált könyvek, amikhez kötődik egy interjú, egy szerelem, vagy egy olyan olvasási élmény, mint ami a Florasszony két férjéhez kötődik, ami után egy kicsit másképpen látja az ember a világot. Szerintem azok a legnagyszerűbb könyvek, azok a legnagyszerűbb színházi alkotások, és azok az igazán nagyszerű beszélgetések, ami után te másképpen kezdett szemlélni a körülötted lévő világot, mert olyan nagy hatással volt rád. Vagy azok a nagyszerű írók, akik olyan gondolatokat tudnak átadni, ami után másképp kezdesz el gondolkodni a körülötted lévő világról, vagy magadról. Tehát azért, mint ahogy egy irodalmi alkotásban, vagy egy könyvben a jellemek fejlődnek, te ugyanúgy valamilyen úton mész, és valahová eljutsz, vagy valahová visszatérsz, vagy valahová megérkezel. És ezt tudja adni az olvasás. Így van. Ez egy gyönyörű végszó volt nekem, nagyon szépen köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról sem, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.